Ezek a két évvel ezelőtti rendezvény képei. A Tirpák Fesztiválon kínáltak lapcsánkát, csülkösbabos káposztát, gulyáslevest, pacal vagy éppen birkapörköltöt is. Az első fesztivált 2012-ben rendezték meg Nyíregyházán. A kezdeményezés célja a tirpák hagyományok életben tartása, azok bemutatása a gasztronómia és a művészetek terén is. Az elnevezés egy örök emlékezés azokra, akik elkezdték építeni a várost. A múzeum kint is lesz mind a két napon, és próbál autentikus dolgokat gyűjteni az emberektől, regisztrálni őket, ki az, aki úgy gondolja még itt Nyíregyházán, aki itt van a téren, hogy tirpák családból származik, milyen emlékeik vannak, mert ha egy város elvesztette az alapidentitását, és ez Nyíregyháza esetében a tirpáksághoz köthető egyértelműen és nem máshoz, akkor megváltozik a képe, a lelkisége, megváltozik a pörgése, a fejlődése, és minden, ami az embereket itt tartja a városban, és ezért is, mivel ez egy 24. órás történet itt Nyíregyházán, hiszen nagyon kevesen vannak már, akik autentikusan őrzik nem csak a nyelvet, hanem a hagyományokat is, és ezt megpróbáljuk mindenféleképpen úgy fenntartani, hogy ez ne csak egy elszállott szó legyen, hanem összeszedni minden olyan együttest még nem csak Nyíregyházáról, hanem akinek kötődése van Nyíregyházához, például Garam Szent György személyében, ahol Nyíregyházán született emberek is élnek. A Tirpák Fesztivál idén gazdagabb programkínálattal várja a látogatókat, ahol az örökváltság megszerzésének 200. évfordulóját is megünneplik. 13-án egy konferenciával indul az örökváltság emlékműnek a megkoszorúzásával, és hát a Tirpák Fesztivál napján 14 helyszínen különböző kulturális programok vannak, rengeteg csapat, rengeteg féle, több mint 90 féle étel, 500 forintos kóstolójeggyel, tehát igyekeztünk megszólítani mindenkit, akinek a tirpák hagyományokhoz köze van. A közös tirpák ünnepen az evangélikus egyház is megjelenik külön sátorban, ahol a főzés mellett szellemi táplálékkal is szolgálnak majd az egykor evangélikus vallású város főterén. A hagyományápolás jegyében életre hívott fesztivál programjaival ebben az évben is minden korosztályra gondoltak a szervezők, így igazi családi program lehet szeptember 14-én és 15-én a Tirpák Fesztivál. A nagyfokú érdeklődés miatt a rendezvény idején forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a kerékpárosokra is vonatkozik.